Az év első két hete még a szilveszter jegyében telik a menhelyen, hiszen leggyakrabban ekkor találják meg a hangos zajoktól megriadt állatokat. Skanec Tamás telepvezető elmondta, a jelenlegi helyzet nagyjából megegyezik az előző években tapasztaltakkal. Minden évben ugye ilyenkor szilveszterkor ez visszatérő probléma, hogy a tűzijátéktól megijednek a házi kedvenceink, különösen a kutyák, és esetleg elmenekülnek, elszaladnak. Az idei év az gyakorlatilag hasonlóan alakult az előző évekhez képest. 31-én került be hozzánk két kutya, illetve egyet sajnos elpusztulva találtunk. Nagyjából minden évben hasonlóak a tapasztalatok. Nem is 31-én és 1-én szoktak ezek a kutyák leginkább bekerülni hozzánk, hanem a következő hetekbe. Ugye ilyenkor megijednek, elfutnak, nem tudja őket megfogni senki, és amikor megnyugszanak, akkor kerülnek be hozzánk. A telepvezető szerint ugyanakkor az örömre adhat okot, hogy az emberek gondolkodása jó irányba változott, hiszen egyre többen keresik fel a menhelyet, hogy onnan válasszanak új társat maguknak. Az elmúlt évünk az előzőekhez képest egy folyamatos pozitív javulást tapasztalunk, mind a bekerülő állatok számát, különösen a gazdátlan, kidobott kutyák esetében, mind az örökbefogadók számának növekedésében pozitív változást tapasztalunk. Folyamatosan keresik a kutyáinkat, folyamatosan szeretnének körökbefogadni nálunk, szerre lehetőség adott is, hiszen nyitva vagyunk folyamatosan. A nagykanizsai állatmenhelyen a már megszokott nyitvatartással 2021-ben is várják a leendő örökbefogadókat.